Megtelt a terem tovább tanulás előtt álló középiskolásokkal Kisvárdán. A Szent István Egyetem vezetősége mutatta be az intézmény élelmiszermérnöki alapképzését, amelyet szeptemberben a Város Felsőoktatási Központjában is elindítanak. A Felsőoktatási Intézmény Élelmiszertudományi Kara már 50 éves múltra tekint vissza. Tanulóinak piacképes diplomát biztosít, közölte az egyetem rektora. Ha a magyar mezőgazdaság helyzetét nézzük, akkor nagyon fontos az élelmiszermérnökök helyzete és a mérnökök tudása. Sok cégvállalat arról panaszkodik, hogy mérnök hiányban szenved, és nincsen kvalifikált munkahelye, és ez is egy nagyon jó gondolat, hogy itt a régióban ezt a hiányt pótolni lehessen. A 7,5 éves alapképzésre 15-25 fő jelentkezését várják Kisvárdán. Az élelmiszermérnöki szakot levelező tagozaton állami és költségtérítéses formában is elindítják majd szeptembertől. Utóbbi esetben a képzés tandíja 190 ezer forint fél évenként. A tavalyi ponthatárok alapján körülbelül 320 pontos bekerülési határral számíthatnak majd a most végzős középiskolások. A polgármester kiemelte, az élelmiszermérnöki pálya azért is jó választás Kisvárdán, mert a városban több olyan gyár is működik, vagy épül a közeljövőben, ahol kamatoztathatják majd tudásokat a diplomások. És az a legfontosabb, hogy egy olyan szakembergárdát tudjunk Kisvárdán kinevelni, és bátran vállalja ezt a városi vezetés, aki majd a mi utódaink lesznek, akik átveszik majd az irányítást, és viszik a fejlődés irányait Kisvárdán. Én ezt kívánom, hogy ebben minél inkább vegyetek részt, én maradjatok itt Kisvárdán, és ebben próbálunk ugye lehetőséget teremteni felsőfokú képzésekkel, és emellett pedig munkahelyek teremtésével. Szeptembertől nem csak a Szent István Egyetem indít képzés majd Kisvárdán, hanem a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara, valamint a Felsőoktatási Intézmény Gazdaságtudományi Kara és az Óbudai Egyetem Műszaki Kara is indít kurzusokat. Kisvárda 2016 óta egy olyan gazdasági fejlődési pályára állt, amely azt mutatja a számunkra, hogy itt egyetemi képzésnek van és kell, hogy helye legyen. Párhuzamos gazdasági fejlődést figyelhetünk meg Kisvárda térségében, gazdasági történetében és iskola történetében. A középiskolás diákok idén február 15-éig jelentkezhetnek a felsőoktatási intézmények képzéseire.